Már egészen kiskorom óta, óviskorom óta ide járok, úgyhogy végigjártam már a Szamár lépcsőt itt az iskolában. Már óvodától kezdve őrzik így a nemzetiségi hagyományokat, hiszen már óvodás korunkban is tanultunk nemzetiségi verseket, illetve táncokat, aztán az alsó tagozatban ezt tovább bővítették, volt nemzetiségi óránk, mert nem emlékszem a nevére, de ott a hagyományokról tanultunk, étkezés, öltözködés, ünnepek, és a többi, és a többi. Ezt tanultam 8. koromig, és mióta gimnazista vagyok, azóta inkább a délutáni elfoglaltságokban tudom megtalálni a nemzetiséget. Sándorfi Anna sváb családból származik, többek között azért is választották annak idején a magyarországi németek általános művelődési központját. A diák elhivatott az iránt, hogy fenntartsa a hagyományokat, tavaly pedig egy nemzetiségi ösztöndíjat is nyert, amely kapcsán találkozókon vehetett részt más nemzetiségi diákokkal együtt. Az általános iskolának és az óvodának ugye 25 évvel ezelőtt kezdődött a története, és tulajdonképpen mind komplex intézmény az MNMK-nak is. Későbbiekben sem állt meg az MNMK a fejlődésben, ez a komplex intézmény még egy különleges programot valósít meg. A 2000-es évek elején vált ugyanis lehetővé, hogy a német nemzetiségi érettségi mellett németországi érettségit tegyenek a diákok. Egy komplex programmal készítjük a diákokat, és utána egy érettségi vizsgával magyarországi és németországi érettségi bizonyítványt is szerezhetnek nálunk a diákok. Ezzel lehetővé válik, hogy mind Magyarországon, mind Németországban, vagy más országban felsőoktatási intézményekben nagy sikerrel és jó eredmény tudjanak tanulni. Az intézmény német igazgatója Péter Stübler azt mondta, különlegességnek számít, hogy Baján egy külföldön elismert német iskola működik, ugyanis a világon 140 ilyen intézmény van, ezek között található az MNMK. Emellett kiemelte, hogy a felkészítés után a diákok dupla érettségit tesznek, hiszen néhány tárgyat németül, germán tanrend szerint, másokat pedig magyarul a hazai tanterv szerint tanulnak. Az oktatást a Németországból érkező, jelenleg 11 anyanyelvi pedagógus is segíti, akik német nyelven, német gondolkodás és módszertan szerint tanítják a diákokat, mondta Péter Stübler. A német érettségi bizonyítványnak az a különlegessége, amit itt megszereznek a diákok, hogy ez teljesen egyenértékű azzal, amit Németországban, mondjuk Münchenben kapnak. A magyar érettségi bizonyítvány pedig ugyanaz a bizonyítvány, amit egy magyarországi gimnáziumban szereznek. Ezen felül pedig még egy különlegesség, hogy az iskola a DSD vizsgák programjában is részt vesz, és a DSD vizsgáknak az első fokozata a DSD 1-es nyelvvizsga, amit 8. osztályban tesznek le a diákok. Ez egy úgynevezett köztes bizonyítvány, ami mutatja, hogy milyen előrehaladást, milyen tudást szereztek már meg a német nyelv területén. Hogyha itt kulcsszavakat kellene összeszednem, akkor felelős, önálló véleményét kifejteni, megfelelő formában kifejteni képes diákok nevelése a célunk. Ehhez kooperatív tanulási, tanítási technikákat használunk, ahol megtanulnak a gyerekek egymással is együttműködni. Én azt gondolom, hogy a csapatmunka az a mai világban elengedhetetlen. Ezek közben felelősséget vállalni is megtanulnak, erre is jók ezek a technikák, illetve programunk része az is, hogy a saját tanulási folyamatukra visszajeleznek, ezzel tudatosabbá válik bennük a tanulási folyamat, nagyobb felelősséget tudnak átérezni az egész folyamattal szemben.
Nagyon-nagyon fontos az is, hogy ez a tanulás tapasztalás alapú legyen, élmény alapú legyen. Ennek fantasztikus lehetősége az udvarunkon található tanösvény. Itt tanítási, hagyományos tanítási kereteken kívüli oktatás azonnal megvalósítható, de számos projekt valósul meg az iskolában. Elhagyjuk a területet, elmegyünk magyarországi német falvakba, úgynevezett dorfprojekteket, vagy religions projekt, vallásokat úgy ismerik meg a gyerekek, hogy kollégák elviszik őket különféle templomokba, Baján belül különféle felekezeteket személyesen ismerhetnek meg autentikus környezetben. Tehát az élmény alapú oktatás is nagyon fontos nekünk, és hát természetesen az utóbbi években ránk szakadt, és már előtte célul kitűzött digitalizáció is jelen van a mindennapjainkban. Itt talán a kulcs szó, amit mi kitűztünk, az egyrészt az észszerűség, hogy úgy használjuk, amilyen mértékben és helyen megfelelő, illetve hát nyilván a változó generációk, a gyerekeket ma leginkább ezzel lehet motiválni és lekötni. Ha ugyanazt a favágós feladatot valamilyen olyan formában kapják meg, aminek köze van az online térhez, az eszközhöz, a digitális megvalósuláshoz, sokkal hamarabb meg lehet fogni az érdeklődésüket, mint egy hagyományos papíralapú töltsd ki, javítsd ki, pipáld ki gyakorló feladattal. Nuberné Honti Ivett egységes iskolaigazgató azt is elmondta, hatosztályos gimnáziumi képzés, valamint technikumi oktatás is folyik az intézmény falai között. Turisztika ágazat, ugye a mi profilunkhoz ez passzol a legjobban, hiszen idegen nyelveket a turizmusban mindenféleképpen magas szinten kell beszélni. Nagyon jól illeszkedik, és tényleg most már olyan 30-as osztálylétszámokkal még 10-nel kezdtünk, és nagyon szépen felfejlődött 28-29 fő köré a technikumi diákok létszáma. Ugye a szakképzést azt ma erősen támogatja a központi akarat, ők ösztöndíjban részesülnek már 9-től, szakmaszerzésnél igen szép támogatást kapnak majd 5. év végén. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan diáknak, akinek esetleg nagyobb falat egy érettségi, egy nagyon jó köztes megoldást találtak, hiszen ők 12. év végén közismeretből leérettségiznek, ugyanazt a magyar matematika történelmi érettségit, amit bárki más, aki érettségizik, azt megteszik. És tehát még van egy évük a szakmai vizsgára felkészülni, amitől ugye szakképzettséget kapnak, és az idegen nyelv vizsgára. Tehát, hogy ez így nagyon jó modellnek tűnik. Még előttünk áll a próba, mert ugye az első ilyen végzettség az még 3 év múlva lesz majd csak teljes. Most az első ágazati alapvizsgára készülünk a 10-esekkel, ők a szakma gyakorlati részébe kóstolnak bele, hiszen ehhez a pincér, a szakács, ezek a munkák kapcsolódnak. Ugye egy turisztikában otthon lévő, egy szállodában, magasabb pozícióban dolgozó azért tudja, hogy mi zajlik ott a berkekben, ezért ők most ilyeneket tanulnak, 9.-10. ágazati alapozó tantárgyakat. Kicsit kell tudniuk sütni, főzni, koktélt keverni, hát izgalmas dolgokat tanulnak. Ez pedig egy mai diáknak, én azt gondolom, megint csak nagy előny, hogy ilyen gyakorlati tudással felvértezve léphet ki majd a nagybetűs életbe.